A hatalomváltást a demokraták törvényellenesnek nyilvánították. A képviselőtestület elnöke az ülésen megállapította, hogy nincs meg a kvórum, és elhalasztotta az ülést. Tudomásunk szerint ezután egyesek mégis maradtak, és mandátumokat, valamint funkciókat osztottak ki egymás között. Viszont a községi elnökhöz semmilyen értesítés nem jutott el az ülésről, ezért szerintünk a hatalomváltás nem legitim. A községi elnök elmondása szerint ő az ellenzéktől érkező vádakkal nem foglalkozik, hiszen a vesztesnek joga van haragudni. A hatalomváltásra szükség volt, nem tudtunk így tovább dolgozni. Az ülésen 16 tanácsnok volt jelen, akiknek hitelesített a mandátuma, és itt véget is ér a történet. Aki ezt nem tartja legitimnek és érvényesnek, eljárást indíthat az illetékes állami szerveknél. A képviselőtestület üléséről tudósító helyi újságíró elmondása szerint a szocialista párt tanácsnoka megrongálta a kameráját, mi alatt a hatalomalkotás folyamatát felvételezte. Erről az incidensről csak annyit mondhatok, hogy jelen voltam, és én ilyesmit nem láttam. Az egészet a média és az ellenzék fújta fel, de nem került sor tettlegességre. Az egyetlen, ami ezen az ülésen helytelen volt, az a képviselőtestület elnökének a viselkedése, aki mindenáron meg akarta akadályozni az ülés összehívását és megtartását is. Az újonnan megalakított Begasán-Györgyi hatalom képviselőinek állítása szerint a koalícióhoz csatlakozott a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője is, viszont utóbbi nem kívánt kameránk elé állni.